Köszöntöm kedves nézőinket! Mai magazinunkban megnézhetik a múlt héten szervezett várbéli Szent Iván éjszaka legérdekesebb, leglátványosabb pillanatait. Majd a sümegi futballszezon értékelése következik, végül pedig a Toldi című színjáték elevenedik meg a Rami színkör előadásában. Tartsanak velünk! Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezzük. Az ilyenkor szokásos tűzgyújtás a megtisztulást, az újjászületést jelképezi. Tűzhöz kapcsolódó népszokás volt például, hogy éjjel hatalmas örömtüzeket gyújtottak, amelyeket körbe táncoltak, vagy égő faágakkal megkerülték a szántóföldeket a jövendő bőtermés reményében, vagy lángoló kereket gurítottak alá a dombokon. A sümegi várban is éltetik, örökítik még a hagyományokat, melyekre idén is sokan voltak kíváncsiak. Lássuk most az összefoglalót. Mint ahogy egyáltalán a sümeggel töltött napokban, estékben és éjszakában senki nem fog csalódni. Biztos vagyok abban, hogy a múzeumok éjszakája sorozatból, programsorozatból kiemelkedik ez az itteni, ez a mai este, mert ilyen környezetben, ahol a történelem nézte ránk minden körből, ahogy annak idején Napóleon mondta, igaz, hogy azok idősebb kövek voltak, de itt sümegen sincsen okunk a szégyenkezésre, hiszen ez a vár bizony lassan már 900 éve áll itt, legalábbis az öreg öntudomásom szerint. És ez a vár része volt annak a lázulatnak, amely védte hazánkat a nehéz időkben. Tudjuk, nehéz idők mindig jöhetnek és jönnek is, és a vár azt a szellemet sugározza magából, ami mindannyiunkat igaz hazaszeretetre, magyar hazaszeretetre tanít. Ez az este és éjszaka is erről fog szólni. Én ehhez kívánok mindenkinek a mágia meggyújtása után nagyon jó szórakozást és tartalmas estét. És várjunk vissza mindenkit sümegre. Köszönöm. Thank you.
bosondját nem illik a tánc a magyarnak, nem a régi cipellőző nadrágot harnak, de sarkan tűncsik már a múltak tollat szőre, hát illik könnyös vártára, magyar törgötőre. Az én szoknyám lengyel gyolcs, csak hogy rogya nincsen, az én csizmám karmazin, csak hogy sarka nincsen. Az én barták a csizmám, hogy táncoljunk benne, a pultos is pontos is, mindig a tánc elme. Az én barták a csizmám, hogy táncoljunk benne, a pultos is pontos is, mindig a tánc elme. No, kedves vendégek, mindenki felkészült? Szájat kinyitni! Szájat kinyitni! Figyelem! És... Köszönöm szépen!
Véget ért a labdarúgó bajnokság, a sümegi csapat helytállt a megye első osztályú bajnokságában. Most értékeljük az eredményeket. Köszöntöm a stúdiónkban Fazekas László szakosztályvezető urat és Földös Józsefet, a csapat edzőjét. Köszönöm a meghívást. Mi is tisztelettel köszöntjük a kedves tévénézőket, valamint a városi tévé vezetését és stábját. Szakosztályvezető úr, köszönjük szépen a köszöntést. Nézzük a pontos eredményt. Hányadik helyezett lett a csapat az idei bajnokságban? Hát a 2017-18-as bajnokságban a 16 csapatos megyei elsőosztályban a tabella 7. helyén végeztünk. Mennyire leszakadva a 6-tól, vagy mennyire szorosodt a tabella állása? Hát 3-4 pont különbség volt, tehát nagyon szoros volt. Elég sokáig a 4. helyen volt a csapat. Sajnos a végére nem sikerült, nem jött össze, de ez is elérhető lett volna. Tehát úgymond szégyenkezni valónk nincs, a dobogóhoz közel vagyunk, ami a pontszámokat illeti, tehát nincs akkora leszakadás. Ön hogyan értékeli ezt az eredményt? Mit jelent ez a 7. hely? Hát számomra a 7. hely egy olyan helyezés, amit én nem vártam a bajnokság előtt. Egy kicsit bravúrosnak tartom, megmondom őszintén, mert ugye egy bajnokság két szezonból áll, ugye ősszel remekül teljesítettünk, viszont a tavaszunk nem sikerült jól, de így összességében ez a 7. hely bravúros, és én büszke is vagyok arra, hogy ezt az eredményt el tudtuk érni újoncként, ugye, megye első osztályba, és tényleg az szinte az utolsó pillanatig esélyünk volt egy jobb helyezésre is, de az utolsó 4 fordulóban történtek olyan dolgok, fegyelmezetlenségek, kiállítások, sérülések, volt, aki nem tudott már jönni mérkőzésre, ami befolyásolta nagyban a csapat teljesítményét, és ez egy kicsit bosszantott engem, de mondom még egyszer, ez a 7. hely, ez nagyon elfogadható, ezt elfogadnám a következő évben is. Az előző szezon végén az értékeléskor ugye kitűzték célul, hogy a csapat jusson a megye első osztályba, most pedig ugye véget ért ez a szezon, és itt van a 7. hely. Ön hogyan értékeli ezt az ön szempontjából, mit jelent ez a 7. hely? Hát mindenféleképpen pozitív eredmény, és az edző úr mondta, hogy nem várt siker jött. Ugye ez mögött az van, hogy ha a csapat képességét figyelembe veszük, és hát a megye 2. csapat megerősítését nem teljesen sikerült úgy megerősíteni a csapatot, ahogy szerettük volna, ahhoz a célkitűzéshez, hogy a megye első osztályban, ugye ne a kiesés, tehát ilyet célt nem is fogalmaztunk meg, tehát hogy biztosan bent legyünk, és hát tulajdonképpen nem volt ez egyszerű dolog, de sikerült felkerülni, és én úgy gondolom, hogy ezt eredménynek kell elkönyvelni, ezt a 7. helyezést. Nézzük, hogy mi volt jellemző a csapatnak a teljesítményére. Mennyire voltak hullámvölgyek, mennyire voltak kiemelkedő teljesítmények? Úgy összességében milyen volt ez a szezon? Hát ugye az egész évről beszélnék, tehát az őszi szezonról és ugye a tavasziról, mert ugye egy bajnokság ebből két szezonból áll. Hát ősszel kiegyensúlyozott volt abszolút, és 26 pontot gyűjtöttünk, ami mondom nagyon meglepett bennünket, mert a 5. helyen zártuk ugye az őszi szezont, és mindössze 3 vereségünk volt, a 3 dobogós csapattól kaptunk csak ki, ugye a Fürettől, az Orkuttól és a Tihanytól. A többi csapat ellen mindenki ellen győzelmi esélyünk volt, és lehettünk volna, mondom, nagyon közel a dobogóhoz, mert rengeteg döntetlenünk volt. Tehát rengeteg olyan mérkőzés volt, amit akár meg is nyerhettünk volna. Mondom még egyszer, engem meglepett az őszi teljesítmény, de akkor egy erősebb játékos állomány állt rendelkezésre, viszont tavasszal már sérülések miatt, illetve voltak olyan játékosok, akik elhagyták az egyesületet, vagy munkahelyi elfoglaltságuk volt, és azért nem tudtak jönni, például a Karika Ákos csak 7 mérkőzésen tudott szerepelni tavasszal. És hát ez nagyban befolyásolt az eredményességet tavasszal. Komoly létszámgondjaink voltak a szezon kezdetekor,
illetve a szezon végén, azon a négy mérkőzésen, amit említettem. Közben viszont voltak olyan bravúros mérkőzéseink, például Tihanyba tudtunk nyerni, ami óriási meglepetés volt, és akkor azt gondoltam, hogy akár negyedikek is lehetünk, mert akkor stabilizálódni látszott a játékunk, és benne is volt szerintem a társaságban a negyedik hely, ha a végén nem történnek ezek a negatív dolgok. De hát a labdarúgás az ilyen, ez az érzelmek játéka, itt van kiállítás, 11-es, vannak sérültek, tehát nem mindig tud az ember a legerősebb csapatával szerepelni, és ezért meg kellett elégednünk a hetedik helyjel, ami még egyszer ismétlem, egy kimagaslan jó eredmény. Hogyan tudott a szakosztály gazdálkodni idézőjelben természetesen a játékosokkal? Tehát mi okozta a változásokat évközben? Mi okozta azt, hogy voltak, akik elmentek, és talán sikerült helyettük új játékosokat hozni? Mi jellemző erre az időszakra? Hát végeredményben nagy fluktuáció nem volt a keretet illetően, csak hát, amint a edző is mondta, inkább a sérülések, aztán a munkai elfoglaltságok, voltak azok az okok, amik hát befolyásolták, hogy nem úgy jöttek az eredmények. A másik döntő ok pedig az volt, ugye, hogy láttuk, hogy a nyári átigazolás nem kellőképpen sikerült, és télen próbáltunk erősíteni, annak ellenére, hogy egy nagyon jó őszt tudtunk produkálni, és próbáltunk erre még ráerősíteni, hogy hát akármilyen szép helyezést is el tudunk érni, hogyha ez így folytatódik a tavasszal is. De hát sajnos a téli átigazolás az nem olyan, mint a nyári. Szabadon nem lehet igazolni. Költségbe kerülnek a játékosok, illetve az átadó egyesület részéről hozzájárulás szükséges. És voltak nekünk jó, kiszemelt játékosok, és ha sikerült volna, akkor biztos, hogy most még jobb eredményről tudnánk beszámolni, de hát az átadó egyesületek nem járultak hozzá a távozásukhoz, és így hát összvisz egy játékos tudtunk igazolni, és hát így maradt az őszi csapat. Szerencsénk az volt, hogy egy nagyon ősz produkáltunk, és így tulajdonképpen a tavaszi eredmény, hát 10 ponttal kevesebbet tudtunk összegyűjteni, mint az ősszel, de az erőszakosság, a harcosság, az összefogás és a edző úrnak a jó szakmai hozzáértése és a játékosoknak, kidolgozott taktika és a ráhangolás eredményezte azt, hogy hát a végén mégiscsak azt mondhatjuk, hogy egy jó helyezést értünk el. Most hallottuk az önök véleményét, az önök értékelését az elért eredményről, de vajon a játékosok hogyan értékelik az elmúlt szezont? Hát ugye beszélgettünk menet közben is arról, hogy ők milyen helyezést várnak, tehát a bajnokság előtt is, a bajnokság közben is, ugye amikor jöttek a jobb eredmények, vagy a tavaszi szezon során is beszélgettünk. Hát voltak olyan játékosok, akik a 8-12 helyre várták a csapatot, illetve voltak olyan más csapatba játszó játékosok, akik azt mondták, hogy hihetetlen, amit a Sümeg művel. Mindig várták, hogy majd a Sümeg visszacsúszik a 12-re, 13. helyre. Nem csúsztunk vissza, inkább előre mentünk, és hát őket is meglepte, nem csak a mi játékosainkat ez a helyezés. Én úgy gondolom, hogy a tudatos játékunknak, a szervezettségünknek és a hatékonyságunknak köszönhetjük azt, hogy ezt az eredményt elértük, mert kevés volt a kimagaslóan jól teljesítő játékosunk, inkább együtt értük el ezt az eredményt, mert minden mérkőzésen egyforma taktikával játszottunk, tehát én nem változtattam se a jó csapatok ellen, sem a úgymond gyengébb csapatok ellen. Mindig ugyanazt kértem minden mérkőzés előtt a játékosoktól, és beléjük égett ez már szinte. És akkor is mentek előre, amikor már nem kellett volna. Alig bírtam visszafogni őket néha-néha, mert elfogadták ezt a taktikát, és talán még élvezték is egy kicsit, és ez hozta meg az eredményt végül is.
Szakosztályvezetőr, hogyan tudják motiválni a csapattagokat? És nézzük meg azt is, hogy a csapattagjai közül hányan sümegiek és hányan a sümeg környéki településekre valók. Hát tulajdonképpen a játékosok motiválása a vezetőség döntése alapján jutalomrendszer van, és ezt a elért eredmény függvényében őszi és a tavaszi szezonban is két alkalommal jutalmaztuk. Ez pénzjutalmat? Pénzjutalmat jelent, igen, pénzjutalmat, amit ugye az edzéslátogatottság a mérkőzéseken mutatott játék alapján differenciáltan az edző úr szakmai hozzáértése és a látottak alapján végzi el, amit ugye a vezetőség jóváhagy, és ugye ez teljesen legálisan, tehát bérszámfejtésként van, tehát ezt ők kapják a játékosaink. Nézzük a csapatnak az összetételét. Mennyire jellemző, hogy a sümegi fiatalok ott vannak a csapatban? Hát sajnos, hogy az a gond, hogy az utánpótlás helyzetünk nem valami fényes. Igaz, hogy ez nem csak sümegi, tehát mondhatna az ember, hogy országos, de megyei probléma. És már látja az ember a többi egyesületeknél is az utánpótlás kérdését. Sajnos 2-3 fő van jelenleg is az U19-es korosztályba, ugye, aki jöhetne és gyakorolhatna, fejlődhetne, segíthetne a felnőtt csapatnak is. Hát egy-két alkalommal került erre sor, hogy annyira megszorultunk a létszámba, hogy hát oda kellett venni őket, és hát most is már beszéltünk velük, ezzel a három fővel, hogy jöjjenek a felnőtthöz edzésre, és ha éppen szükség lesz rá, akkor közben hát játszanak is, és tudnak fejlődni. Nem csak a létszám gond, hanem az is, hogy sümegen, tehát nincs annyi labdarúgó olyan, aki hát úgymond meghatározó lenne, tehát megyei első osztályról beszélünk, ugye? Tehát lehetne, de akkor a kieséssel kellene küzdenünk, és volt ilyen gondunk, problémánk, ugye, amikor kiestünk is, meg a megye kettőbe is, nem úgy szerepeltünk, ahogyan kellett volna, és hát jelen pillanatban is úgy vagyunk, hogy 7-8 játékos a 18-20-as keretet, ha veszük, tehát ez az, ami átlag, hogy sümegi játékos, és hát az eredményességhez kénytelenek vagyunk a környékből, vagy egy kicsit távolabbról, mutatom Ajkáról, ugye az, ami még távolabbra esik nekünk, de a többiek azért a Csabrendek, Lesence István, Tapolca, tehát ez a környék, de ezeket a játékosokat nem is idegennek vesszük, tehát, hanem inkább sümeginek, mert tulajdonképpen hát azért közel vannak a térséghez. És hát ez így volt, amikor valamikor szebb napokat is megértünk, szintén Földhős úrral, amikor MB3-ban voltunk, sajnos akkor is kevés volt a sümegi labdarúgó, és úgy kellett hozni, igaz, hogy akkor távolabbról is, szép is volt akkor is az eredmény, és hát most is a célkitűzésünk ugye az eredményesség, és ennek érdekében hát kénytelenek vagyunk, ami szintén nem könnyű, mert minden egyesület létszámgondokkal küzd, és ahogy mondtam, az utánpótlásnál kevés a játékos, sajnos a felnőtteknél is oda jutottunk, hogy ott is kevés, tehát nem egyszerű, de persze, hogy azon vagyunk, az lenne nekünk a legkönnyebb, hogyha meg még talán azt is lehet mondani, hogy dicsőség, ha a sümegi egyesület csapatában a sümegiek lennének többségben. De hát ez nem csak sümegen nincs így, hanem hát a megye többi csapatánál is ezek a gondok, és hát ez az igazság. Edző úr említette, hogy voltak olyan mérkőzések, ahol nem várták a jó eredményt. Ellenkezőleg azonban valahol az interneten azt olvastam, hogy a sümegi csapatra az a jellemző, hogy a kötelező mérkőzéseket nem tudják hozni. Hogy van ez? Hogy alakult ez így az elmúlt időszakban? Igen, egyszer nyilatkoztam, én is úgy emlékszem, a Veszprémi naplóban is egy ilyet, hogy a kötelező győzelmek a nehezebbek nekünk. Hát talán azért van ez, mert a keret képessége, még egyszer mondom, tehát olyan, ami inkább ugye a
a hátsó régióba osztanában mi csapatunkat, és tehát játékba, játéktudásba nem voltunk sokkal jobbak, mint a 10-11-12-13. Helyzet, hanem előbb említettem azt, hogy mi tudatosabbak voltunk, szervezettebbek voltunk, hatékonyabbak voltunk ezeknél a csapatoknál, de érdekes módon a gyengébb vagy hasonló képességű csapatok ellen nem tudtunk érvényesülni úgy, mint mondjuk, amikor nyugodtabban tudtunk játszani egy Tihany ellen, vagy egy Hűszfő ellen, egy hazai pályán, vagy Ajka Kristály ellen. Tehát nekünk ezek nehéz mérkőzések voltak. Annak ellenére mondom ezt, hogy azért itthon meg tudtuk várni a Paramorton, meg a Pétet is, ugye ők kiestek. Az Ircet is meg tudtuk várni, akik szintén hátul vannak, vagy Ugodot megvártuk Ugodon, az Ircet Zircen, tehát azért itt is a pozitív irányba megy el, úgy gondolom, az eredményesség, de ezek mindig nehéz, egy-egy gólos mérkőzések voltak, nagyon nehezen tudtunk föléjük kerekedni. Tehát könnyebben játszottunk az úgymond jobb képességű csapatok ellen. Egyébként mi volt a jellemző, sok gólt rúgott a sümegi csapat? Gólerős volt? Hát nem. Azért játszottunk rengeteg döntetlent, mert kidolgoztuk a helyzeteket, de sajnos nem tudtuk azokat jól hatékonyan befejezni. Rengeteg olyan mérkőzés volt, ami azon múlott, hogy berúgjuk a helyzeteket, nem rúgjuk be a helyzeteket. Tehát ott is kellene egy olyan játékos a mi csapatunkban, aki ezen tudna segíteni, mert nagyon kevés gólt rúgtunk. De akkor jelenti ez azt, hogy a támadó játékot kell fejleszteni, de a védelem meg rendben? Nem, még egyszer mondom, mi támadó szellemben játszottunk mindenki ellen. Tehát a Balatonfüred ellen is mindenki ellen támadó szellemben játszottunk, első perctől az utolsóig. Voltak helyzeteink, de döntő pillanatban nem volt meg az a képesség a játékosokba, hogy föltegyék az ére a pontot, és ezért rengeteg döntetlen lett. Ezen most fáradozik a vezetőség, hogy ezen változtassunk. Remélem sikerülni fog, mert egy-egy ember, ahogy Fazekas úr is említette, nagyot lendít a csapat játékán, tehát nem egyforma képességűek a játékosok, ugye? Mert a labdarúgás az ilyen játék. Ha tudtunk volna télen igazolni egy olyan befejező csatárt, aki ezeket a helyzeteket nagyobb százalékba kihasználja, akkor most negyedikek vagyunk. Nézzük, edző úr is már a jövő felé kacsingat tulajdonképpen, hiszen ugye most nyári szünet van a labdarúgásban. Milyen terveik vannak a jövőt illetően? Hogyan fog indulni a következő idény? Hát a terveink azok elkészültek, tehát a négyfős szakosztályvezetés, tehát megbeszéltük edző úrral közösen, tehát ő a szakmai oldalról, hogy hol látja azokat a hiányosságokat, amin hát tudjunk változtatni, és hát úgymond a kapust poszt kivételével a valamennyi poszton, tehát a védekezés, a középpálya és a támadó játék oldalán, tehát erősíteni kell a csapaton. Elkezdtük időben a munkát, úgyhogy haladunk. Jövő hónapban, tehát július hónap az átigazolási hónap, és hát úgy vagyunk, hogy mintegy öt fős eddig a játékos, aki úgy néz ki, hogy Sümeg csapatába folytatja, és még egy-két játékossal jelenleg tárgyalásban vagyunk. Én bízom, illetve hát a vezetés is abban, hogy meg tudjuk most tényleg, és sikerül úgy erősíteni a csapatot, hogy ne kelljen annyit idegeskedni az edző úrnak se, játékosoknak se, és hát magának a szakosztály vezetésnek se, hogy legyen egy kis öröm is, nem mindig csak a bosszankodás. Ha ott lesznek a lehetőségek, már pedig ugye az előző bajnokságban, ahogy az edző úr mondta, majdnem minden mérkőzésen ott voltak a lehetőségek, csak nem tudtuk eredményesen befejezni. Hát erre törekszünk, hogy a támadósort főleg kiemelten erősítsük meg, hogy tényleg, ha ott lesznek azok a helyzetek, akkor tudjuk is őket eredményesen befejezni, és akkor biztos, hogy a jövőben nagyobb sikerrel tudunk beszámolni.
Nézzük, hogy a nyári időszakra mi a jellemző. Most pihennek, szünet van-e a játékosoknak, vagy azért nyáron is vannak edzések, illetve az alapozást az őszi időszakra mikor kezdik majd meg? Hát ebben az időszakban nincsenek edzések. Mindenkit megkértem, hogy sportoljon minél többet itt ebben az időszakban. Hát az edzések azok július 13-án kezdődnek, ha annak függvényével, hogy a bajnokság mikor kezdődik majd, már még nem tudom konkrétan. Tervezünk edzőmérkőzéseket, megint új csapatot kell építeni, mert azon fáradozik a vezetőség, hogy igazoljanak játékosokat, mert létszámgondjaink is voltak, illetve jó lenne a minőségen is javítani. Rengeteg hiányposztot mindegyik csapat részben, úgy a védelembe, úgy a középpályán, és a csatársorba is. Remélem, hogy tudunk posztra igazolni, ami igazán előrelépés lenne. Tehát nem a mennyiséget kellene növelni, hanem a minőséget mindegyik csapat részbe. És ha ez sikerül, akkor azért bátrabban mehetünk neki ennek az új bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy ez a nyári időszak mindig jobb, mint a téli. Mert akik iskolába járnak, jobban tudnak edzésre jönni. Ugye van, aki Pesten tanul például. Tehát a július-augusztus mindig jobb szokott lenni, és ebben a rövid időszakban kell összekovácsolni a csapatot. Itt kell lefektetni azokat az alapokat, ami majd a bajnokságban remélhetőleg meghozza a sikert. Nem tudom még, mert bátorság lenne bármit mondani, mert nyilatkozni csak akkor lehet felelőssége, mikor lejár az átigazolás. Mert itt télen is voltak olyan játékosok, akik a felkészülési mérkőzéseken ott voltak, biztam benne, hogy majd le tudjuk igazolni, hát utolsó pillanatban senkit nem tudtunk gyakorlatilag, a Kovács Milánon kívül ugye ki csak rendekről ékezett. Tehát meg kell várni azt, hogy lejárjon az átigazolás, akkor milyen játékos keretünk lesz, és akkor ahhoz igazítani majd a taktikát és az egyéb olyan dolgokat, ami meghozhatja az eredményt. Én azt gondolom, hogy ebben a két évben, tehát a megye 2-be és a megye 1-be leraktunk most közösen egy olyan alapot, hogy sümeglabdarúgása ismét meghatározó a megye első osztályba. Kezdenek tisztelni bennünket, ami nagyon, nagyon fontos és lényeges. Remélem, hogy jó úton járunk, és az igazolások sikeresek lesznek, akkor én bizakodó vagyok a következő évre is. Szakosztályvezető úr, hogyan működik a szakosztály? Kiknek a munkája erősíti ezt a csapatot, amelyet edző úr is említett? Hát, 4 fős szakosztály működik, tehát a labdarúgó szakosztály vezetésében. Tehát nagyon sokat kell dolgozni, és tulajdonképpen ez a 4 fő segíti a munkát, tehát a gondokat, problémákat is kezelni többek között, mert ugye az is van, nem is kevés. Tehát az edző úr munkáját is, és hát a játékosoknak a munkáját is. Na most a szakosztályvezetésen túlmenően ugye vannak, akik még segítik az egyesületet. Tehát elsősorban ugye kiemelném a várost, tehát a város vezetése élén polgármester úrral, alpolgármester úrral, és hát mondhatom ugye a testületet, hogy nagyon jó a kapcsolat, és segítőkészek, támogatnak bármilyen gondunk, problémánk van, de ezen túlmenően szponzori támogatás is van, főleg az utánpótlás terén óriási segítség, a pap család, azon belül ugye Pap Imre várkapitány úrnak a önzetlen segítése, anyagi támogatása, azután a közszolgáltató vállalat Viola Norbert ügyvezető igazgató úrnak a segítsége, támogatása a létesítmény fenntartásában legfőképpen, ezen kívül Hetyei Norbert vállalkozó, és szintén nagy segítséggel és támogatással van Remete József vállalkozó, aki szintén segíti és támogatja a sportegyesületet. Akkor szerencsére sokan vannak, akiknek fontos a sümegi futball. Uraim, köszönöm, hogy a vendégeink voltak, de egy kérdést engedjenek meg még, mert nem engedhetjük el önöket enélkül. Zajlik a labdarúgó világbajnokság. Melyik csapatnak drukkolnak? Én a spanyoloknak.
Én a horvátoknak. Meglátjuk, mi lesz majd a végkifejlet. Köszönjük, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük mi is a meghívást. Kedves nézőink, múlt heti híradónkból már értesülhettek arról, hogyan elevenedett meg a Toldi a sümegi iskolai színjátszók jóvoltából. Most következzenek a részletek benne a szereplőkkel és a rendezővel készített riportokkal. Én a diákok tanárát játszottam ebben a szerepben, és tulajdonképpen nagyon jó volt alakítani egy egészen más személyiséget, mint amilyenek vagyunk. Egy klasszikus művet szerettünk volna feldolgozni, Arany János Toldiát, ahogy a diákok elképzelik, ahogy megvalósítanák tanórán kívül. Ugye már kezdődik az, hogy félredobva a magyar könyveket, és hogy képzeljük el, hogyan csinálnánk meg, nekünk mi tetszene különböző kellékekkel, amit saját maguk készítettek el, illetve amit találhattak volna egy osztályteremben. Csak egy legény van talpon a vidéken. Szörnyű vendég oldal, renk arakos vállán, pedig még legénytól sem pehelyzik állán. Túl a tornyon, melyet porgul rakott a szél, büszke fegyvel csillog, büszke hadseregkér. Szép magyar vitéze, aranyos Leventék, ha én is köztetek mehetnék. Mert vitéz volt az apja, György is, Álnok bátyja, s míg ő véresekkel gyűjt kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a királyunk udvarban. Az alsó tagozatba előadtuk, ők nem ismerik még a Toldit, de nagyon jól jöttek a poénok. Tehát a gyerekek nagyon jól vették a vicces területeket, és nagyon sok nevetés volt. A felsősök pedig azért, mert a saját társaikat látták játszani, szintén ugye már 6. osztálytól ismerik a Toldit, egyrészt az eredetit is, és az, hogy a saját társaik hogyan valósítják ezt meg tréfás formában. Toldi lőrésznének most van-e a korja? Vagy mennyegzőjének hozta így a sorja? Másért csüknepődnek, másért lakomáznak. György van itt van, első szülötte a háznak. Hát a másik hol van? Tényleg, nem kell. Bátyám. Zsolti. Igen. Akár még ma elmegyek. De ami az enyém, azt elviszem innen. Add ki, jusson pénzt Balipár fejbe. Itt elősor gyönök. Lemondod, hogy nem adtam. Nem áll.
vannak, akik nagyon sokan nem jutnak el színházakba. Próbálják azt, hogy hogyan kell viselkedni egy színházba, hogyan kell az előadást felfogni, megélni az előadásokat, és amikor majd tényleg eljutnak nagy színházba, nagy előadásra, akkor már tudják azt, hogy igen, én színházba vagyok, úgy kell viselkednem az előadóknak, a művészeknek, hát ugye mi még nem vagyunk művészek, a megköszönni az előadást akár tapssal, akár nevetéssel. Első klaun szerepét kaptam, ami tulajdonképpen egy bohózos jellegű kikiáltó. Nagyon jól éreztem magam a szerepben, viszont kicsit nehéz volt, amikor halottat kellett játszani, mivel nem lehet élethűen eljátszani. Találkoztak pedig egy temető mellett. Temetőben új sírdog esetét ellett. Először negyedikben gondolkoztam rajta, hogy belépek, mert láttam, hogy milyen ügyesek és milyen jó ezt csinálni, és azóta se bántam meg, amikor elmentem castingra. Már 4 éve ugye itt vagyok. Az első előadás maradt meg legjobban bennem, mikor 5-esként, kicsiként bekerültünk a Pápai Színjátszó Fesztiválra, és ott mutathattuk meg a tudásunkat. Azóta az évek során több mindent előadtunk, és mindig boldogan éreztük magunkat a fellépés során. Évelején kezdtem, most szeptemberben, és azért döntöttem így, mivel a mamám is jár színjátszóra, és így megkedveltem, illetve az előadások láttán is kedvet kaptam hozzá. A legfontosabb, hogy egy közösségbe tartoznak, egy nagyon jó közösség alakult ki. Most jelenleg 22-en vagyunk, de volt, hogy 30 fölött vagyunk. Aztán egy önbizalmat, hogy ő kimerjen állni egyedül saját maga, akár egy feleléshez is. Tehát legyen egy önbizalma ahhoz, hogy én megmerjek szólalni. És hát amire én nagyon kényes vagyok a beszédtechnikára. Én nagyon kényes vagyok a tiszta beszédre. Hál' Istennek már évek óta a fesztiválokon azt kiemelik a csoportnál, hogy egyik legtisztábban beszélő csoport. És mivel hogy szállást az élők nem adtak, elpihent anyáján hideg halottaknak.
legtöbbször mások előtt fellépni nagyobb izgulással jár, de ez a színjátszó 4 év alatt azért megtanultatta az emberrel, hogy nem kell annyira izgulni, és ez az izgulás vágy inkább csitult, mint hogy többet izguljunk. 5. még nagyon, de már 8. ez már szinte elment. Azt tetszik a legjobban, hogy ez teljesen más közösség, mint az osztály. Néha sokkal jobb itt lenni, mint egy osztályban, mert nincsen tanár, se osztálytársak annyira, hanem egy teljesen más közösség. Kedves nézőink, ezeket a témákat kínáltuk önöknek ma. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten magazinműsorunkkal ismét jelentkezünk. Viszontlátásra!